Mennyire megközelíthető a Hímerház most felújított épületszárnya a fogyatékkal élők számára? Hogyan lehet ott közlekedni, és mik jelenthetnek nehézséget? Ezekre a kérdésekre is keresték a választ az akadálymentesítési bejáráson. Jól ki van alakítva, lehajtható kapaszkodó támlával meg lehet fordulni a kerekesszékkel a mosdóba. Egy-egy ilyen intézményben azonban az ott dolgozók szemlélete is fontos, hogy az esélyegyenlőség maradéktalanul megvalósuljon. Ha én jövök az épületbe egy konferenciára vagy rendezvényre, ha van egy olyan ember, akinek én azt tudom mondani, hogy kísérjen el ebbe vagy abba a terembe, akkor hamarabb megtalálom a helyiséget, mintha elkezdenék egyedül kóborolni mondjuk a folyosókon. Tehát én azt gondolom, hogy ez jelenthet megoldást. És ami a tapasztalatom, hogy eddig ezzel soha nem volt probléma. Az Esélyek Háza, Fejér megyei esélyegyenlőségi iroda folyamatosan szervez a mostanihoz hasonló akadálymentesítési bejárásokat. Ezeken a bejárásokon már nem tervezési hiányosságokat igyekszünk föltárni, hanem olyan apróbb dolgokat, amik a terv szerint szabványosak, de mégis lehet, hogy a fogyatékkal élő emberek tanácsait megfogadva a gyakorlatban jobbá lehet tenni. Egy-egy ilyen program eredményeként az akadálymentesítést valóban úgy tudják megoldani, hogy a fogyatékkal élők számára a lehető legjobb megoldások születhessenek. Ez volt a célja a Hímerház most felújított épület szárnyában tett látogatásnak is.